Ismételten köszöntöm a kedves nézőket. Veszprém, Szeged, Füred, Csurgó, ez volt a 2011-12-es bajnokság végeredménye. Ez egy teljesen reális, ugye? Vagy itt azért van meglepetés? Azt gondolom, hogy az első két helyen nincsen meglepetés, tehát a Veszprém megérdemelten nyerte a bajnokságot, a Szeged megérdemelten lett második. Itt is csökkent már a különbség a két élcsapat között. A meglepetés a Balatonfürednek a bronzérme, azt gondolom az egész bajnokság meglepetése. És akkor csak ahhoz képest meglepetés az idei szereplésük? Vagy akkor most melyik az igazi meglepetés? A tavalyi vagy az idei? Én azt gondolom, hogy a tavalyi a pozitív meglepetés. Az idei az őszhez kicsit negatív, de nem akkora, mint a tavalyi pozitív. Tehát a Soltonyi Laci kollégám fantasztikus munkát végzett ott a Balaton partján, és tényleg hatalmas babort vittek véghez ahhoz, hogy bronzérmesek lettek. Azt a Csurgó rontotta el, elnézést, vagy pedig a Füred nyerte meg? Én azt gondolom, hogy a Csurgó elrontotta, hiszen játékos állomány alapján, körülmények alapján, költségvetés alapján mindenki a Csurgót várt egy értelmen bronzérmesre tavaly évbe, és azt gondolom, hogy ha kell negatív meglepetést, akkor nekem a Csurgó a kicsit a tavalyi negatív meglepetés. És akkor a pozitív meglepetés? Én azt gondolom, a pozitív meglepetés mindenféleképpen, hogy a Pista is említette, a Balatonfürednek a játéka és a Balatonfüred csapatának a fejlődése, ahogy mondja a Soltonyi, nagyon jó munkát végzett, fölépített fiatalokra, idősekre legyen, közel hasonló arányba építette a csapatot, meg volt a rutin és meg volt a lelkesedés, a motiváció is benne, és egyes mérkőző szituációkat, akár a fiatalok, akár az idősebbek a megfelelő rutinnal, tudással párosítva el tudtak dönteni, és kritikus helyzetekbe bizonyítani tudták, hogy jogosan, és hát igazából megérdemelten nyert. És akkor egy ilyen bravúr szintű, vagy hát ha megérdemelten megnyert, akkor megérdemelt bronzérem után miért nem tudták egybe tartani a csapatot, hiszen nagyon sok játékos igazolt el tőlük, és ha nem is volt ennek az egyenes következménye, de lehetett tudni, hogy gyengében fog megszerepelni az időn. Igen, nyáron több kérdés nem volt tisztázva a Balatonfreden. Tehát volt egy financiális kérdés, amiért egy-két játékos nem tudtak megtartani. Volt egy-két játékos, akik az utolsó pillanatban ment el a csapattól, ilyenre gondolok a Szőlősi Bence, aki Pécsen folytatja orvos egyetemre ment és Pécsen folytatja tanulmányait, de ezt nem érezte a Balatonfrednek, vagy a Salamon Ádám, aki Tatabányán kötött ki, nem tudtak megállapodni. Illetve egy olyan sérülés hullám sújtotta a Balatonfred, hogy a Tombor Csaba az egyik legrutinosabb játékosuk a bajnokság elején kiesett. Azóta az Dolik Bence, aki az egyik legtehetségesebb, vagy a Sandrik, vagy a Rio, a spanyol idegenlőksük folyamatosan sérült, tehát van elég sok gondjuk. És ha nem sérültek, akkor sem tudják azt a formát hozni, amit mondjuk elvárnak. Így van, az a Kisákos is megsült az év elején, tehát van sok problémájuk, és a fiatalok még nem tudják azért azt a szintet hozni, amit tavaly hoztak a csapat szinten a Balatonfüred. Hát akkor most nézzük meg képekben, hogy is alakult a 2011-12-es bajnokság a férfiaknál. A májusi volt zsinórban a 12. bajnokság, ahol vagy a Veszprém, vagy a Szeged szerezhette meg az aranyérmet. Az erőviszonyok azonban közel sem voltak ilyen kiegyenlítettek, hiszen hiába kezdték ki többen is Mocsai Lajost Leon elleni BL kiesés után, vele még nem vesztett a Szegeddel szemben az MKB bajnoki finálék során. Pedig ez már zsinórban az ötödik döntője volt a csapattal. Jobb alapszakaszbeli eredményei miatt az első meccset a veszprémieknél rendezték. 2007-ben az utolsó szegedi bajnoki cím alkalmával hetesekkel megtréfálták a szegediek perezéket, ám ez már egy másik világ volt. A kontinens egyik legjobb irányítójával váló császára beállóként végre jó formát mutató Szulics, az alulértékelt Terzsics és a balszélen gyilkos formát prezentáló Iváncsik Gergő 6-6, míg a távozó Vujin 7 góljával kivégezte a Veszprém a pikket. Lékai Alilovics, ő neki meg szerintem már a 20. védése van meg a meccsen. Gulyás betalál. Ugrál az egész tábor, és most meg már mindenki talpra ugrik Terzis gólja után. A második mérkőzésen a Szegednek mindent egy lapra kellett feltennie, mert Skalicki László csapata kevés nagyobb traumát tudna elképzelni, mint hogy a legnagyobb rivális éppen a Tiszaligati csarnokban vegye át az aranyérmeket. A déliek ráadásul ősszel már egyszer megverték itt az MKB-t. A találkozó végig kiegyensúlyozott volt, ám Prodanovic 8 góljával nem tudott mit kezdeni a veszprémi védelem, így a Szeged kiharcolta a mindent eldöntő harmadik ütközetet. Schulz, megint megvan a plusz 2! És most ugye már ember előnyben a Veszprém az, hogy lehet volna kapusuk Perez de Vier. Vége! 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 24-23-ra megnyeri a mérkőzést a Pik Szeged! Az utolsó mérkőzés pedig a nagy búcsúk meccse volt. A gárdával 5. bajnoki címére törő Mocsai Lajos és az éppen az edző alatt világsztárra váló Márko Vujin is utolsó fellépésére készült a Veszprém arénában.
A Bakonyi gárda azonban ellenállhatatlannak bizonyult. Hújin 8 góllal köszönt el a szurkolóktól, és az egész csapat hozzátette a magáit a mérkőzésen. Ugyan Prodanović ismét klasszis formát mutatott, de egy fecske nem csinál aranyérmet. Ellentétben a veszprémi ászokkal, akik 29-21-es győzelmükkel ismét felértek a csúcsra. Örülnek a szurkolók, körül Mocsai Lajos 100%-osan fejezi be, ami a bajnokságokat illeti, a veszprémi ténykedését. Az idei volt az MKV Veszprém zsinórban 5., összességében pedig a 20. bajnoki címe. Mocsai Lajos óriási sikereket ért el Veszprémben is, és hát a válogatottnál is láttuk, hogy mit csináltak az olimpián, majd fogunk is róla beszélni, de Pilu, pont az jutott eszembe, hogy annak idején te is a Szegedben rengeteg tétmérkőzést játszottál a Veszprémet, akkor még Fotex ellen, de akkor volt mellettetek egy Dunafer is, akire ugyanúgy oda kellett figyelni. Most hát a Csurgót lehet még idehúzni, de azért még a Csurgó is nagyon távol van a Veszprémtől és a Szegedtől. Igen, annak idején sokkal szorosabb volt a bajnokság, sokkal több csapat volt a közvetlen élmezőnybe. Nyilvánvalóan ez költségvetés, tehát pénz kérdése. Tehát akkor éppen tegnap a Debre Viktorral, vagy a múltkor Debre Viktorral beszélgettünk erről, hogy akkor az első csapat és a 6.-7. csapat közti költségvetés közte 20-30% volt. Hát most 50 meg 100% volt, tehát még több százalék. Valószínűleg még a Vác tatabánya mérkőzés előtt volt, amikor beszélgettetek, hogy közvetlenül utána. Igen, de hát tehát valóban tehát azért ezek nem véletlen dolgok. Most sajnos a Veszprém annyira a kilóg a sorból, és a Szeged próbálja követni, hogy a többi csapat ezt nem tudja utolérni. Mindamellett a Veszprém azt gondolom, hogy egy brand, egy márka. Tehát a veszprémi kézlabdázás az világszínvonalú, és folyamatosan most már ugye 20 éve ez a siker tart, és én nagyon remélem, hogy sokáig is fog tartani. És az a Fránya BL győzelem, az mikor jön el? Mert ugye ez a folyamat, amit szemmel követünk évről évre, mindig azt irányozza, hogy na majd most, na majd most, na majd, mint hogy a Győrnél is, ugye, na majd most, na majd most, de mikor? Igen, hát ahogy a Pisti mondja, itt nagyon-nagyon fontos az, hogy igazából milyen költségvetéssel rendelkezik egy klub. Valószínű, hogy a Veszprém is ott van a top költségvetések környékén, de vannak olyan klubok, akik magasabb költségvetéssel rendelkeznek. Még ezt is megduplázzuk. Barcelona, Kiel, ugye, hát ezek azok a top csapatok, akik olyan költségvetésekkel rendelkeznek, akik meg tudják vásárolni, meg tudják fizetni azokat a világ legjobbjait, akik annyi alapzal a kicsivel jobbak, mint a Veszprémben lévő játékosok, és pontosan ez a különbség az, ami igazából lehetőséget ad egy csapatnak, hogy tényleg a legjobbak szerepelnek abban a csapatban, és azt a picit, ami egy BL győzelemhez szükséges, ezek hozzá tudják tenni. Ugye a 2011-12-es bajnokság végén jött a nagy hír, hogy hazajön Nagy Laci. Ti hogy fogadtátok ezt a hírt? Hát Nagy Laci az a jövetelén szerintem mindenki várt. Ugye nyilván a körítése és főleg a válogatottba visszatérése az kicsit ilyen diszonáns volt, voltak mellékzöngék, de mindenki azt mondta, köztük én is, hogy szakmailag a világ egyik legjobbja, hanem a legjobbja, újra Magyarországon játszik, ennek örülni kell. Mind szakmailag, mind marketing értéke hatalmas, hogy Nagy Lacit újra köztünk tudhatjuk, és hát tényleg amerre jár az országba, mindenhol óriási siker és öröm övezi, és hát Lackónak a dicsőség legyen mondva példáson állja a sarat. Tehát annyi fényképet, annyi autogramot, amit ő oszt, és ugye sokszor láttam, az tényleg csak a legjobb sztároknak jár ki. És hogy kezelik a szegedi játékosok azt, hogy mindig közel kerülnek, hogy már majdnem, ugye tavaly esztendőben is sikerült egyszer-egyszer megcsipegetni a Veszprémet, aztán jön a nyár, és a Veszprém megint belenyúl a kalapba, és megint ellép tőlük. Igen. Szóval a Miklerolyéknak nehéz lehet, hogy a világ egyik legjobb kapusa, de nem tud magyar bajnok. Igen, de ha az utóbbi évre visszatekintünk, akkor viszont még bele sem tudtak csípni a Veszprémbe. Tehát azért előreléptek a Szeged, most már többször belecsípnek, és valóban a Veszprém belenyúl a kalapba és erősít, de most a Szeged is nagyon erősített idén nyáron, azt gondolom. Tehát az utóbbi évek legjobb veszprémi csapata van játékos állományban, és a legjobb szegedi csapat is van játékos állományban mindenképpen. Hát akkor nézzük meg, hogy mi történt a Magyar Kupában ebben az esztendőben, mert ott is voltak az izgalmas mérkőzések. Minden héten háború. A magyar férfi kézilabda két kiemelkedő csapatának az évek alap már szavakban leírhatatlan szintre jutott a rivalizálása. És amíg nem tűnik fel a színen egy harmadik rivális, ez alig, hanem így is marad. Persze a hasonlat picit sántít, mert Veszprémben a lehető legritkább alkalommal játszanak szoros meccseket a felek. Ám amint Szegedre, vagy éppen semleges helyszínre utaznak, a helyzet rögtön megváltozik, mint történt az idei Magyar Kupa fináléjában, a Sportmaxban.
Vadkerti le a szélre, Schulz zicserben, Schulz belőli. Császár ráugrik Budaira, Vujin, Vujin lövi a Vujin gól! Vujin gólt szerez és lent marad a földön! Ancsinnak állnak össze, Ancsit leüti, Laluska, ez is 2 perc. Nem, azonnal piros Laluskának. A gigászti csatát és ezzel a magyar kupát végül 27-26-ra a veszprémiek nyerték, ám mindenki tudta, ez a Szeged sokkal többre is képes. A bajnoki döntőt már korábban ecseteltük, ahol ugyan egyszer a Szeged borsot tudott már törni a veszprémi orrok alá, de összességében a Veszprém nyerte a legrangosabb magyar trófeát. A nyáron jelentős változások voltak az aranyérmesnél. Ment Mocsai Lajos, valamint Íj és Ferenc és pár peremember, míg érkezett a játékosként kiváló, ám edzőként nem a legtapasztaltabb Carlos Ortega, illetve 3 az öreg kontinensen is jegyzett játékos Hispániából. Valamint a legfontosabb változás. Nagy László 12 katalán szezont követően ismét magyar csapatba, az MKV Veszprémbe igazolt. A szegedi nevelési csapat kapitány átigazolása szintén nem mélyítette el a két szurkolótábor barátságát. Az ősz egyértelműen a hegyvidékieknek sikerült jobban, hiszen az MKV veretlenül vezeti a Bajnokok Ligája csoportját, míg a Szeged a túlélés jelentő 4. helyért küzd. Ám a bajnokság mindig más. Talpon mindenki az új szegedi sportcsarnokban. Itt van az újabb Mikler védés, a kipattalót is megszerezték. Nagy belövi a jobb felsőbe. És akkor még egy emberre kell várni. Nem kell várni senkire. Mikler Roland. Hihetetlen, amit művel. A Szegeden elszenvedett 31-24-es vereség a rangadó súlyát talán nem teljesen átérző veszprémieknek is jelezte. Ez a párharc több, mint csak egy háború. Ugye azt mondtuk, hogy a Szeged olykor-olykor megcsipkedi a Veszprémet, hát azért 8-szal verni a Veszprémet, ez nem csipkedés, az már tényleg a háborúból áthozott lövedékeknek a tömkelege. És ha visszamegyünk még kicsit a Magyar Kupára, akkor beszéltünk ugye a hölgyeknél is, hogy egy meccsen bármi megtörténhet. Itt a budapesti Magyar Kupa döntőn együttműködtük Pilu, ott majdnem sikerült, de nem tudták elhinni. Lehet, hogy ez is mentálisan, hogy annyi vereséget szenvedtek már a Veszprémtől, hogy annyira mumus, mint amilyen a Fradinak a Győr, hogy amikor ott van a lehetőség, még akkor sem tudják elhinni, hogy most megcsinálhatjuk. Biztos, hogy ez fontos tényező, ez a mentális felkészültség és a mentális dolgok. Ugyanakkor pont az a mérkőzés volt az, ahol tényleg a Szeged nagyon közel járt a győzelemhez, és sokan azt is mondták, hogy jobban meg is érdemelte volna aznap, mint a Veszprém, de hát apró nüanszokon múlott, egy-egy kapufa kifele pattant, egy-egy zicsert fogott valamelyik kapus, vagy éppen kijött a másik csapat, és épp elég volt ahhoz, hogy egy góllal, egy igen picike góllal, akkor is a Veszprém legyen jobb. És akkor mivel magyarázzuk ezt a 8 gólos szegedi győzelmet a bajnokságban? Tipikus kupa meccsről beszéltünk, ugye egy kupa döntőről, ami egy góllal döntött, és igazából a játékos keretek sem azok voltak, amikik most az idei bajnokságban találkoztak egymással, és a 8 gólos szegedi sikernél azért más volt a játékos keret, mint tavaly volt. Én mondhatom azt, hogy azért a szegedi játékos keret is megerősödött. Olyan szintű játékosok kerültek a Szegedbe, akik azért közel vannak a világszínvonalhoz, közelítenek a Veszprém színvonalához, és egy megfelelő szakmai felkészítéssel, egy jól megválasztott taktikával, egy jó motivációval, egy hazai pályával képesek voltak arra, hogy ezeket a játékosokat, akik szintén nagyon magas szintű játékosok, akik a Veszprémben játszanak, és a spanyol bajnokságból igazoltak olyan játékosokat, akik ott meghatározó emberek voltak, válogatott játékosokat, föl tudták venni velük a versenyt, és hát egy ilyen arányban is megérdemelten meg tudták venni őket. Na de akkor ez a világsztárokkal megerősített Szeged, együtt láttuk a Tatabány elleni mérkőzést, hogy tudott pontot veszíteni Tatabányra? Hát az a mérkőzés volt az, amikor ott 7 gólos vezetésnél 4 órával végül elhitték, hogy megnyerték a mérkőzést. És ha hasonlítjuk a Veszprémmel, ugyanúgy ez a Veszprém meg 20-20-szal verte meg a csurgot, tehát a Szegednek még ebbe kell fejlődni, hogy az a 7 gólos vezetésnél ne elégedjenek meg, hanem legyen ott is 20, ahogyan a Veszprém csinálta, és akkor fognak majd a Veszprém szintjére jutni, hogyha Szeged mindig hozza ezt a magas nívót, amit Szegeden a Veszprém. Ugye ez csak azt a problémát veti fel, hogy akkor majd valószínűleg nem otthon fogják kezdeni, hiszen
azt nagyon kevesen mernék megfogadni, hogy nem ez a két csapat játssza majd a végén a döntőt, hiszen beszélhetünk Csúlygóról, beszélhetünk Füredről, Vácról, bárkiről, azért valószínűleg Szeged-Veszprém döntő lesz idén is, és azért nagyon fontos, hogy ki hol kezdi, hát láthatjuk a tavalyi esztendőben, és az egy hazai szegedi meccsüket, azt hozták a szegediek. Hát igen, mondjuk a Vácot még ne érjük le szerintem. Hát most a meglepetés hegyeket, ugye Csurgót, Füredet, Tatabányát, jöhet bárki. Igen, és a Tatabány mérkőzést azért sajnálják nagyon a skalicki legények, pontosan az a hazai pálya miatt, mert látjuk, hogy Szegedben ez a Szeged milyen borzasztóan erős, és bizony az egy kis bukáson múlhatott a hazai pálya kedvezménye. A BL-ben mind a két csapat áll, de hát a Veszprémnek van nagyobb esélye, hogy tovább is menjen. Meg lehet akár már idén az a hőállított BL győzelem, vagy még erre egy picit várni kell, és még egy picit erősödni kell? Azt gondolom, hogy most már azért ez a játékás állomány, aki a Veszprémben a rendelkezésre áll. Nincs benne luk? Én azt gondolom, hogy szinte majdnem minden posztra két azonos képességű játékos van, és ez egy nagyon fontos momentum az előbb beszélgetünk azért a Szeged-Veszprém összehasonlításában, hogy ebben is erősebb a Veszprém, mint a Szeged. Tehát a Veszprém most igazából azt gondolom, hogy egy olyan cserepad, egy olyan játékos garnitúrával rendelkezik, aki azonos képességű játékosokat tud fölvonatatni a mérkőzés mindegyik fázisában, és ezek a játékosok képesek arra, hogy a BL4-ben a legjobb teljesítményt nyújtva akár meg is nyerhetik a BL-t. A Carlos Ortegával beszéltem a meccsünk után, és hát elemeztük az idényt, és azt mondta, hogy az sajnálja, hogy nem most van a Final Four mondjuk decemberben. Mert azt gondolom, hogy most óriási sansza lenne a Veszprémnek a Final Four-ben, és akár ott egy nagyon szép eredményt elérni. Most kicsit bizonytalan lesz a világbajnokság után, hogy kapja vissza a játékosait, mert azért azt tudni kell, hogy a Veszprém is csupa-csupa válogatott játékos, vagy a különböző náció, és mindig benn van a rizikó, hogy ebben az egy hónapban milyen munkát végeznek, sok meccsük lesz, nehogy Isten sérülés lesz, tehát azért februárban el kell kezdeni szinte újraépíteni a csapatot, de azt gondolom, hogy hosszú-hosszú évek óta most nagyon nagy esélye van a Veszprémnek arra, hogy valami nagyon nagy eredményt érjen el, illetve az egész magyar kézlabdázásnak, hogy a 82-es óriási sikert talán meg lehet ismételni, ugye amikor volt egy női és egy férfi BL győztesünk, most azt gondolom, hogy nagy esélyünk van arra, hogy egy női BL és egy férfi BL győztesünk is legyen. Ezt mindenki ugyanúgy kívánja és szeretnénk, de a legfontosabb, legalábbis számomra az idei esztendőben mindenféleképpen az olimpia volt, és a férfiak szereplése, most ők következnek. Férfi válogatottunk szinte valamennyi 2012-es mérkőzésén az utolsó percekben dőlt el, hogy a csapat és szurkolója mennybe vagy a pokolba kívánják az egészet. Talán a legheroikusabb csata az Izland elleni olimpiai negyeddöntő volt, ahol szinte megismételhetetlen bravúrral álltunk föl, ám mi mégsem ezt, hanem egy korábbi, tavasszal rendezett mérkőzést emelünk ki a sorból. A svédországi olimpiai selejtező első napja kvázi a sorsunkat is eldöntötte, amikor az EB meglepetés csapatával, Macedóniával találkoztunk. Az akkor sok sebből vérző miéink a végletekig kiélezett csatában egy sokak által már leírt játékos segítségével szerezték meg a kulcsfontosságú győzelmet. Rivokapics! Ő is nyerő ember lehet! Hát két milyen fontos gólt lő itt most! Ha itt elbukunk, szinte biztosan nem játszunk olimpiai elődöntőt Svédországgal. Már a kvalifikációs hétvége utolsó napján is összecsaptunk a sárga-kékekkel, ahol a végeredmény hasonló lett, mint Londonban. Mocsai Lajos fiainak végig volt esélyük a bravúra, ám a hajrá a skandinávoknak kedvezett. Ez tavasszal az olimpiára való kijutást, míg Londonban az ötkarikás negyedik helyet jelentette. Az olimpián csupán egy olyan játékos kapott szerepet, aki már évek óta távol volt a nemzeti csapattól, ám a visszatérésétől minden megváltozott. A Barcelonát 12 év után elhagyó Nagy László 3 év önkéntes száműzetés után tért vissza a magyar válogatotthoz. A több mint 2 méteres óriás ráadásul nem is akármilyen meccsen lépett ismét a parketre. A Norvégia elleni VB-selejtezőn ugyanis tilos volt botlania a csapatnak, hiszen ha nem jutottunk volna ki a VB-re, az több évre visszavetette volna a férfi szakágat. Nagy László! Íme az első gólja a visszatérés után! Visszatérése alkalmával 6 góllal tette le a névjegyét Nagy László, akinek kulcs szerepe volt a VB kijutásban, na meg persze a londoni negyedik helyezésben is. A fiúk következő megmérettetése tehát pár nap múlva a spanyolországi világbajnokság lesz. Ám ami a helyezésnél is fontosabb, hogy Mocsai Lajos megtalálja a válogatottól átmenetileg vagy végleg visszavonulók helyetteseit, és nyugodtan építesse a csapatot a 2016-os riói olimpiáig.
Hát a londoni olimpiáról képekben nem is, de szavakkal meg tudunk emlékezni, mert én az Izland elleni mérkőzést soha, de soha nem fogom elfelejteni. Szerintem aki azt látta, az ugyanígy van ezzel. Ott valami fantasztikus erőt mutattunk, meg talán szerencsénk is volt, hogy nem tudom, hogy ezt szakmailag hogy lehet értékelni, nem mi voltunk az esélyesek annak a mérkőzésnek. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy egész odáig a magyar kézilabda válogatott még talán a várt vagy az elvárt alatt teljesített, ugye? Tehát a csoport küzdelmekben nem voltunk olyan nagyon boldogok. Az izlandi mérkőzés szerintem nem csak neked, hanem sok-sok millió magyar ember, aki látta azt, az sose fogja elfelejteni, illetve az egész londoni olimpiát szerintem egész Magyarország nem fogja elfelejteni, hiszen a mai magyar férfi kézilabda válogatott az szerintem az országnak a csapata. Nyugodtan mondhatom, Mocsai Lajos mester egy olyan fantasztikus közösséget hozott össze, amiről süt le a sikeresség és a akár szakmailag, akár pedig emberileg egy fantasztikus társaság. Maga az olimpiáról ugye nagyon nehéz csoportba kerültünk, ugye tényleg mondhatjuk, hogy halálcsoport volt. Ugye azt mondták a szakemberek, hogy a csoportból való továbbjutás lehet a cél, tehát az lehet egy csodálatos dolog, ebből a csoportból továbbjutunk. Így van, és azt hiszem, hogy a kapitány nagyon jól felmérte, hogy melyik azok a mérkőzések, amelyik el fogják dönteni a továbbjutást, ugye itt egyértelműen a szerb meccs volt az a kiki mérkőzés, amivel aztán eljutottunk egyáltalán oda, hogy az Izlanddal tudjunk aztán játszani egy kiesési szakaszban. Így van, itt egy tervezett versenyeztetés volt, ami igazából, hogy Isten is mondja, egy olyan stratégia volt, ahol a legfontosabb mérkőzésen kell a legjobb teljesítményt nyújtanunk, és ez egy nagyon-nagyon nagy pozitívum volt az elmúlt évekhez képest, hogy a magyar férfi válogatott akkor is ott abban a pontban tudta hozni az elvárt eredményt, és a stratégiát végül is meg tudta valósítani. A szurkoló, és én abban a pillanatban átvedlettem szurkolóvá, őrjöngve rohangáltam, mint az őrült a csarnokban. Evés közben jön meg az étvágy alapon, reménykedett, hogy ennél még mehetünk feljebb is. Nem volt már esélyünk? Hát az Izland mérkőzés, ugye szerencsét említettél, de azt gondolom, hogy az egész mérkőzés alatt ugye papírform alapján sok-sok góllal kiket volna kapnunk. De nem kaptunk ki, hanem ott tartottuk életbe a reményeinket, és az utolsó Fazekas Nándi védés, amit szerintem senki nem fog elfelejteni, és abból a lerohanás és a Lékai Máté fantasztikus gólja. Három játékosan keresztül. Igen, gólja, remélsz az, hogy hosszabbítás legyen, ott pedig aztán lemostuk a pályára az Izlandot. Az a mérkőzés olyan sokat kivett a fiúkból, én azt gondolom, hogy fizikálisan fáradtak el, illetve az a csoport meccseken azok a heurikus küzdelmek kivettek annyit, hogy fizikálisan nem bírtuk a svéd meccset. Nyilván mindenki akkor olyan extázisban volt, hogy azt gondoltuk, hogy ide nekünk az oroszlánt, és olyan lehetőség előtt vagyunk, hogy döntőbe jussunk. Sajnos nem sikerült, egy nagyon jó svéd csapattól kaptunk ki. A bronz meccs meg ott a horvátok ellen, ugye az örök rivális ellen megint nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy ez a negyedik hely, ez fantasztikus, és nagyon sok-sok hosszú évekig fogunk erre boldogan emlékezni. Ott leszünk a VB-n, nincs is egy hónap sem, és már Madridra figyel majd minden egyes kézilabda rajongó. Mit várhatunk ettől a csapattól, hiszen nagyon sok játékos visszavonult, vagy lemondta a válogatottságot, tehát a nem is teljes egészében, de 4-5 stabil játékosától kellett megválni a Mocsai mesternek. Mindenféleképpen ezeknek a játékosoknak a pótlására meg kell találni a megfelelő embereket. Ez egy nagyon nehéz feladat lesz a mesternek, hisz a merítés a magyar bajnokságból, és az nem csak a magyar bajnokságban, hanem a külföldi bajnokságban játszó játékosokra is kell, hogy számítson. Egy új csapatot kell neki megint építeni ebből a helyzetben, és egy új csapattal kimenni egy ilyen világversenyre, ez benne hordozza magában a rizikót, de én úgy gondolom, hogy meg nem lehetne. Tudom, hogy a válogatott szövetségkapitánya soha nem tudja ezt kijelenteni, de nem lehetne beáldozni a sikerességet a csapatépítés oltárán? Tehát azt mondani, hogy akkor most jöjjenek a fiatalok, hiszen itt is lesz hamarosan egy generációváltás, hiszen vannak fiatal és kevésbé fiatal játékosok, hát nem Nagy Lacira gondolok most konkrétan, hiszen neki stabil helye van szerintem ebben a válogatottban, amíg ő végig nyomja a pályafutását, de hogy lehetne egy pár olyan fiatal Tatabányában, nálatok is nagyon sok helyen vannak olyan tehetséges fiatal 18-20 éves játékosok, akiknek lehet, hogy jót tenne akár egy ilyen világbajnokságban a megméretés. Én azt gondolom, hogy a Mocsai mester annak a híve, hogy folyamatosan fogja frissíteni, tehát nem egyszerre fog frissíteni a csapaton, hanem minden világversenyre egy-egy játékost fog berakni. Amiről nem beszéltük, még nagyon jól állunk az EB kvalifikációban, a csoportunkban, tehát valóban úgy néz ki, hogy most a világbajnokság, és jövőre az EB is rendben lesz.
A férfi mezőny annyiban kicsit másabb vagy szerencsésebb, hogy kitolódtak a korhatárok. Tehát most van egy nagyon kemény magunk, ami a 30 év körüli a Nagy Laciék, aztán a kicsit fiatalabbak a Csasziék, Zubai Szabék, Mikler Olandék, de erre a csapatra nem csak egy-két évig, hanem a tendenc alapján még 4-5 évig is számíthatunk. És emellé azért most már jönnek a fiatalok, a Lékai Máté, jön a Szőlősi Szabi ugye beállóba, és gondolom, hogy az Ancsin Gabi is előbb-utóbb oda kerül, és a mostani junior csapatból is. És szépen ilyen tudatos munkával azt gondolom, hogy a Rio olimpiáig valóban meg fog frissülni ez a válogatott, de nem fog teljes mértékben átalakulni. Júli, az árszó a tiéd. Így van, én is azt gondolom, hogy mindenféleképpen a fokozatosság elvét be kell tartani. Egyértelmű az, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatalokat is beépítse a mester ezekben a mérkőzésekben és ezekben a világversenyekben, de igazából azért figyelembe kell venni azt, hogy az eredményesség azért mindig a szurkoló, a néző, a szakemberek, a szövetség mindenkinek az értékelésében az számít, és az eredményességnek azért figyelembe kell venni azt, akkor hogy kívánjuk, ez a csapat képes legyen. Kívánjuk közösen sok sikert a magyar válogatottnak. Gyuri, Pilu, köszönjük nektek az egész éves segítséget és a teljesítményt, és a kedves nézőknek is, hogy velünk voltak. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk!